ez a régi hagyományos szimulátor, ami hát elavult egy kicsit most már, és hát állandó üzemzavarokkal is küzdünk, úgyhogy a kapott támogatásból az egyik gép, amelyet le kell cserélni, vagy 100%-ig felújítani, az ez lesz. Az onkoradiológiai osztály főorvosa nem csak ezt a változást látja szükségesnek. Az osztály ugyanis rendkívül túlzsúfolt, s az eredményesebb munka érdekében nem pusztán egyetlen gépre, hanem komplex onkológiai fejlesztésre van szükség, amelyet a 1,5 milliárdos uniós támogatás lehetővé tehet a kórház vezetője szerint. Ez az összeg, ez egy jelenleginél modernebb lineáris gyorsítónak a beszerzésére, egy tervezőrendszernek a beszerzésére, szolgál. A mi tervezőrendszer az ahhoz kell, hogy pontosan a besugárzandó területnek a háromdimenziós tervezése milyen szögből mennyi ideig kapjon a beteg sugarat. Ez egy nagyon bonyolult számítógépes rendszer, ez a kettő együtt működik. Amennyiben az új rendszer működésbe lép, azt a páciensek azonnal észreveszik majd, hiszen segítségével megszűnik a tömeg és a hosszadalmas várakozási idő. Amit mondjuk a beteg nem tud megítélni, de a szakma számára nagyon fontos, hogy a kezelések minősége, a kezelések technikai színvonala hatalmasat fog emelkedni, és amit a beteg még kevésbé érzékel, de ugyanilyen fontos számunkra, hogy a kemoterápiás és célzott terápiás kezeléseinket és az ehhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat nem kell Pestre küldeni, Debrecenbe küldeni, hónapokat, heteket várni az eredményre, hanem itt helyben meg fogjuk tudni csinálni. A korszerűsítés az elképzelések szerint jövő év végére készülhet el a Markusovszky kórházban.